Szlovénia 2001-ben, amikor a saját felvételéről tárgyalt, úgy nyilatkozott, hogy nincsenek határvitái szomszédaival. Schmidt Pál fideszes EP képviselő ezt idézte fel a horvát csatlakozás állásáról folytatott vitában. A helyzet sajátos. Megegyezés hiány összeérhet a horvát és az olasz tengeri határ, ami azt jelenteni, hogy Szlovéniának megszűnne a kiárata a nyílt vizekre. Ljubljana és Zágráb eddig csak abban egyezett meg, hogy a kétoldalú vitát Hágában az ENSZ nemzetközi bírósága előtt fogják eldönteni, de a szlovének a kereset benyújtásához 2 éve nem járulnak hozzá. Horvátország bármely pillanatban tag lehetne. Készen állnak rá, és a csatlakozási tárgyalásokat még ebben az évben le is tudnák zárni. Ezt már a parlament is kinyilvánította, mondja a bajor képviselő. Az egyetlen ok, amiért ez nem történik meg, az, hogy Szlovénia a tanácsban ehhez nem járul hozzá. A bizottság célja, hogy elősegítse a határvita megoldását, és ezzel párhuzamosan újrakezdje a csatlakozási tárgyalásokat. Annak érdekében, hogy Horvátország a kitűzött határidőre technikailag mindent le tudjon zárni, 2009 végére, fogalmazott a bővítési biztos. Horvátország egyébként képes lenne erre, hiszen a képviselők véleménye szerint jelentős haladás történt, bár folytatni kell a közigazgatás reformját, és javítani kell a közigazgatási eljárások átláthatóságát, az igazságszolgáltatás hatékonyságát. A halogatásnak más veszélye van. Azt a nagyon veszélyes üzenetet hordozza a tárgyalások blokkolása, hogy a csatlakozás nem a feltételek teljesítésén múlik, hanem a kétoldalú viták rendezésén, ahol az egyik fél az erő pozíciójából kívánja rákényszeríteni az akaratát a másikra. A képviselő szerint Horvátországnak abban van még teendője, hogy oszlasson el minden aggályt a hágai nemzetközi törvényszékkel történő együttműködés terén, valamint segítse elő a menekültek visszatérését és a romák integrációját.